Két napon átszállt a frisbee, újabb különleges sportélményben lehetett része annak, aki hétvégén kilátogatott a Kertész utcai UTC pályára, hisz nemzetközi Ultimate Frisbee verseny zajlott Szegeden. Szegedi szervezésben egy új kezdeményezésű nemzetközi versenysorozat részeként Ultimate Frisbee tornát rendeztek a hétvégén az UTC pályán. Ez a verseny, ez a Grand Slam tornament névre hallgat. Több játék lesz majd, ez az első állomás itt Szegeden. Tehát ez egy kupa. Igen, lesznek még versenyek majd Ljubljanában két hét múlva lesz egy verseny. Akkor lesz még egy másik verseny Szlovéniában, lesz Bonyhádon, Magyarországon egy másik meccs. Hát ugye a frisbee-t általában úgy szokták ismerni, mint a strandos pörgetés dolog. Most ez, amit itt láttok, ez a Ultimate Frisbee. Vannak egyébként ilyen freestyle frisbee-k, azaz, ami közelebb áll a strandhoz, hogy mindenfajta figurákat csinálnak. Vannak kutyás frisbee-k, amikor kutyákkal játszák. Van disc golf, amikor megpróbálnak golfozni, diszkkel gyakorlatilag bedobják. És ugye ez az Ultimate, ez csapatjáték, ellenben ugye az előzőekkel, amik leginkább egyéniek, esetleg egy kutya csatlakozik a csapatba. Látod, hogy ugye heten vannak fent a pályán, mindegyik csapatból. A játéknak a lényege az, hogy minél több pontot gyűjtsenek, és pontot pedig úgy gyűjtenek, hogy a pályának van egy endzónája, mindegyik oldalt, és az endzónán belül el kell kapni a korongot. És passzokkal lehet tovább juttatni a korongot. Ez egy nagyon gyors, nagyon futkározós játék, ha így mondjuk, tehát sok energiát vesz ki így ránézésre, milyen belülről? Hát most lehet, hogy rajtam is látszik, hogy kicsit várat vagyok. Nagyon dinamikus, igen. Tehát nagyon gyors, gyorsan oda kell futni a koronghoz, ha nem éred, akkor ugye az ellenfél azonnal lecsapjaik, azonnal megszerzik. Ugrani kell a korongért, magasra kell ugrani a korongért, megint csak az van, hogy általában az ellenfél az mindig ott van, és akkor előtte kell odaugrani, úgyhogy nagyon hajtós a játék. A korongos találkozón 10 csapat vett részt, 4 hazai egység mellett érkeztek frisbisek Horvátországból, Szlovéniából, Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából és Ausztriából is. Szegedet a Szufla két gárdája képviselte. Sporttal úgy találkoztunk, hogy néhányan így baráti társaságból voltak kint Erasmusszal Németországban. És Európában, nyugaton ez általában egy elég népszerű sport, Németország is, elég jó csapatok vannak ott. És a egyetemen játszottak frisbit, jöttek Szegedre, és kihívtak minket a ligetbe, haigálgattunk, baráti csapatként elkezdtünk játszadozni bent, és kitaláltuk, hogy elmegyünk egy nagyobb versenyre. Megszerettük, és kitaláltuk, hogy akkor csinálunk egy komolyabb csapatot. Így lettünk egy csapat. Mikor volt ez? Mikor indult? Nehéz, egy olyan körülbelül 4 éve már volt, hogy a ligetbe haigáltunk, de hogy igazából az első versenyünk az tavaly tavasszal, februárban volt, igen. Mi a célotok, hogy ez a sport itt Szegeden minél jobban elterjedjen? Van-e rá reális esély? Milyen a fogadtatás? Szeretnénk, hogyha minél jobban elterjedne. Elég gyorsan, én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag egy év alatt most kiálltunk 2 csapattal, hát ez nagyon-nagyon nagy teljesítmény itt a magyar viszonylatokban. Főleg úgy, hogy Magyarországon egyébként most 20 éves a frisbee. És én úgy nézem, hogy lényegében egy kb. 6 éve nem nagyon jelent meg csapat a magyar porondon. És most így hirtelen egy kicsit előtörtünk. A tornán a 10 csapatot 2 ötös csoportba osztották, akik körmérkőzéseket vívtak szombaton, majd vasárnap következtek a helyosztók. A végső győztes a horvát Mamutina Travi lett Zágrábból, akik Halod igaze nevű budapesti egységet verték a döntőben, szoros meccsen 8-7-re.